Karikó Katalin, korunk leghíresebb magyar tudósa. A koronavírus járvány idején két magyar tudós nevét ismerte meg a világ. Az egyik Semmelweis Ignác, Buda, 1818. július 1, Döbling, 1865. augusztus 13, az anyák megmentője, a másik pedig Karikó Katalin, Szolnok, 1955. január 17. Semmelweis Ignác 1847-ben a fertőtlenítőszeres kézmosás bevezetésével akadályozta meg, hogy a műtétek során az orvosok megfertőzzék a betegeket. Ezzel a módszerrel gátolta meg az úgynevezett gyermekágyi láz kialakulását. A COVID-19 terjedése idején is nagy szerepe van a tömeges védekezésben a helyes kézmosásnak. A 2020-ban kifejlesztett Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina Karikó Katalin biokémikus és Drew Weissman orvosprofesszor szabadalmán alapul. A kisújszállási Karikó Katalin Szolnokon született 1955. január 17-én. A patinás múltú kisújszállási Móricz Zsigmond gimnáziumban érettségizett, mint a gimnázium legeredményesebb tanulója a biológia tantárgyban, elnyerte a gimnázium Jermi Gusztáv díját is. 1973 és 78 között a szegedi, akkori nevén József Attila Tudományegyetem, IATE biológia szakos hallgatója volt. 1978 és 82 között a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának aspiránsaként dolgozott. Itt kezdte kutatásait a ribonuklein savval, az RNS-sel. 1983-ban szerzett doktori fokozatot. 1985-ben létszámleépítés miatt elbocsátották. Ekkor férjével, Francia Bélával és 1982-ben született kislányukkal, Zsuzsannával az Egyesült Államokba költöztek. Az USA-ban először Philadelphiában a Temple Egyetemen kapott munkát. A Temple Egyetemen és a USU-n is biokémiával, illetve molekuláris biológiával foglalkozott. 1989-ben a Pennsylvániai Egyetem professzora lett. Az egyetemi fénymásolónál ismerkedett meg az immunológus Drew Weissman professzorral. 1998-ban kezdték Drew Weissmannel kutatni a módosított mRNA-s terápiás felhasználásának lehetőségeit. 2005-ben szabadalmaztatták az eljárást. 2013-ban a németországi BioNTech alelnöke lett. A BioNTech-et Özlem Türeci és Uğur Şahin, valamint Christoph Huber alapította 2008-ban Mainzban, Németországban. Az 1849 óta működő amerikai Pfizer gyógyszergyár 2018 óta működik együtt a BioNTech-el, kezdetben a Karikó Weissman szabadalommal védett mRNA-s alapú influenza oltás kifejlesztésén dolgoztak. A világméretű COVID-19 járvány idején az új koronavírus elleni védőoltás létrehozásán kezdtek dolgozni. A Comirnaty néven forgalomba hozott BNT162B Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina a karikóik által kifejlesztett mRNA-s technológia segítségével kémiai információt juttat el az emberi sejtekhez a vírusról, így készíti fel azokat a védekezésre. A 2020-as évben Karikó és Weissman elnyerték a jelentős orvosi alapkutatások elismerésére alapított Rosenstiel-díjat az USA-ban. Sokan írják, hogy Nobel-díjat kellene adni nekik. Karikó Katalin 2021-ben Csongrád Csanád megyei Szeged díszpolgára, s a Szegedi Egyetem díszdoktora lett, és Széchenyi díjat kapott Magyarországon. Érdemes még megemlíteni, hogy Karikó Katalin lánya a Szegeden 1982-ben született Francia Zsuzsanna,
Susan Francher, többszörös olimpiai bajnok. 2008-ban a pekingi, 2012-ben pedig a londoni nyári olimpiai játékokon nyert aranyérmet női 8-as evezésben az amerikai Egyesült Államok színeiben. A sajtóban kiemelik, hogy Karikó Katalinnak rögös utat kellett bejárni a pályája során. Azonban nem csak szegedi elbocsátása, de későbbi, sikertelen amerikai kutatási pályázatai sem tudták megállítani a munkában. Hogy valaki elérjen valamit, az nem egy sétagalop. A lényeg, hogy a kudarcok ellenére mennyire tudja megtartani a lelkesedését, nyilatkozta az immár világhírű magyar kutató. Ne feledd, viselj maszkot, légy kedves, alaposan mosd kezet, tarts távolságot, és oltasd be magad. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!